Ez a lakásvásárlatos csatornán. Szeretettel köszöntöm Önöket. Izgalmas témáról beszélgetünk a mai műsorunkban. Néhány napja a kormánypártok frakció ülésén új gazdasági programot hirdetett a miniszterelnök. Ennek egyik fontos eleme a lakáspolitika. Ez azért is lényeges, mert ilyen átfogó programmal, amit még nem nagyon ismerünk okvetlenül, de már hallani híreket, az utóbbi évtizedekben nem nagyon találkoztunk. Ha ez mind megvalósul, akkor szerintem elindulunk egy jó irányba. Erről fogunk beszélgetni vendégemmel, Beák Attilával, aki ingatlan közvetítő és a lakáspiac egyik legjobb ismerője, Beák és társa, ingatlan irodának a névadója. Szia, Attila! Szia, üdvözlöm a nézőket! Ez kicsit túlzásba estél, mert nem vagyok a legnagyobb tudóra, de elég régen csinálom az, hogy van némi rálátásom a piacra. Azért is lesz érdekes a beszélgetésünk, mert kiderültek, kiszűrődtek információk már arról, hogy mit tervez a kormány. Lehet, hogy nem ez valósul majd meg, de ami megjelent a neten, különböző hírportálokon, az egy nagyon érdekes összeállítás, és ennek egy része megvalósul már nagyon jó, de hogyha koncepcionálisan az egész, akkor még jobban fogunk ennek örülni, és ennek több része van. Ugye a miniszterelnök úr is kifejtette azt, hogy továbbra is prioritás a magántulajdon. De hozzátette az egésznek a lényege, hogy szeretnék megoldani a lakhatási kérdést. Magyarán a felismerés most már a kormányban is megvan, arra, hogy itt valami probléma van a lakhatással kapcsolatban. Ugye sokan lakhatási válságot emlegetnek. Erre válasz a kormánynak ez az intézkedés csomag, ami 25-től jönne majd be. Meglátjuk. Tehát továbbra is prioritás a tulajdon, de megjelenik már benne a bérlakás kérdése is bizonyos ponton. Végig megyünk ezeken a pontokon, ami kiszűrődött, tehát ez még nem a hivatalos. Mondja az Attila. Hadd tegyek hozzá egy gondolatot ehhez a felvezetéshez. Én 43 éve foglalkozom ingatlan közvetítéssel, ugye az első 10 évben abban a rendszerben voltam, amit átkosnak hívunk, ott teljesen máshogy működött az ingatlan piac. Utána ugye elkezdődött már a 80-as évek közepén a tanácsi bérlakások, aztán önkormányzati bérlakások bérlő általi megvásárlása, ami nagyon jó dolog volt, és ezzel eljutottunk most nagyon egyszerűsítve és rövidítve ezt a folyamatot, eljutottunk odáig, hogy Magyarországon a lakosság körülbelül 90, de én azt hiszem inkább 93%-a saját tulajdonú ingatlanban él. Ezzel szemben, ha átnézünk Ausztriába, Németországba, Svájcba, Franciaországba, Angliába, ott körülbelül 60-40 az arány. Tehát 60% lakik a saját tulajdonú ingatlanban, 40% az pedig mobil. És ez itt van a lényeg, hogy ugye én találkoztam az elmúlt néhány évtizedben számtalan olyan esettel, hogy Nyírségben, Hajdú-Bihar megyében laktak, ott nem volt munka, átjöttek volna a Balaton mellé, vagy Zalaegerszegre, vagy mindegy az országnak azon részére, ahol van munka, és nem tudták eladni a családi házukat abba azon a kis településen, mert ember nem venszi meg, mert ugye ott inkább az elnéptelenülés a fő irány, és nem az, hogy ott vásároljanak az emberek. Ezért lenne szükség arra, hogy ne 7% béreljen Magyarországon lakást, hanem ennél több, mert egyrészt a munkaerő mobilitást is megteremteni, másrészt meg nem adósítaná, és itt jön a másik oldala ennek a dolognak, hogy nagyon szép, hogy mindenki saját tulajdonúban lakik, de gondoljunk abba bele, hogy kijönnek az egyetemről, ha éppen egyetemista valaki, kijön, elkezd orvos lenni, vagy jogász, vagy ügyvéd, vagy teljesen mérnök, vagy teljesen mindegy, vállalnak gyereket, meg is van hozzá az állami támogatás, és 20 évig nyögik ennek a 50 négyzetméteres, vagy 60 négyzetméteres lakásnak a terheit, vagy hogy mondjam, a törlesztő részleteit nyögik, és nem tudnak egyről kettőre jutni, mert csak a törlesztés, csak a törlesztés. Ezzel szemben, ha bérelnének lakást, nyilván ezt szociálisan kéne támogatni a bérlakás
bérlést is, illetve ha lennének. Tehát trészben, mert lehet piac alapon is. Mint ahogy egyébként a nyugati országokban ez így is van, hogy szociálisan a bérlést is támogatja az állam. Tehát, na most nagyon messzire mentünk már, de végül is az a lényege, hogy én üdvözítőnek tartok egy bérlakásprogramot, mert több lehet egy csapásra ütni. Egyrészt ugye a mobilitást is lehet növelni, másrészt meg lehet szociálisan azt a részt is támogatni, nem beszélve arról, hogy nem kötjük röghöz azt a fiatal párt, aki éppen lakást vesz valahol élete árán, hogy saját tulajdonú lakásban lakjon. Igen, nagyon fontos, amiket említettél. Ugye alapvetően Magyarországon ugye van 4,4 millió lakás. Ehhez vagyunk mi 9,6-7 milliónyian. Elvileg elég. Tehát, igen, pont ezt akartam mondani. Itt nem mennyiségi probléma van, strukturális, tehát szerkezeti probléma van. Itt van kb. 1 millió lakás, amit nem használnak egyébként, vagy azért, mert műszakilag már nem lehet, vagy azért, mert egyszerűen üresen állnak, mert a tulajdonos megvette, és nem adja ki, meg nem forgatja. Most ezeket kellene bevonni igazából, mert ha levonjuk az 1 milliót, akkor már kicsit rosszabb a helyzet. Ezt kell bevonni, és ezért kellene egy átfogó lakásprogram, aminek része nyilván a bérlakás is, de a tulajdon, a piaci bérlakás és a szociális bérlakásnak az egységét, összeget kellene megteremteni. Én erre látok kísérletet itt, és azt hiszem 7 pontban, vagy 8 pontban foglalja össze ez az anyag, ami kiszivárgott, aztán vagy így lesz, vagy nem, de érdemes ezt megnézni. Az új lakások építésének számának növelés, hogy elsorolom a hetet, jó? És utána beszélgessünk mindegyikről. Az új lakások építések számának növelése a jelenlegi 15-18 ezerről 25-30 ezerre, ami ugye az 1% volt mindig a kívánatos, az 44 ezer lenne most. Egyszer ezt el is értük az elmúlt 30 esztendőben, nem többször. Lakásbővítések és felújítások felpörgetése, energetikai korszerűsítések, komfort nélküli háztartások rekonstrukciója. GDP arányos lakásberuházási ráfordítások növelése. 2,5%-ról 3%-ra, majd 5%-ra. Nagyszabású szolgálati lakásprogram indítása, abszolút szükség lenne rá, bérleti díjkedvezménnyel. Munkáltatók ösztönzése, béren kívül juttatások rendszerének újranyitásával, osztott tulajdoni lakáskonstrukció bevezetése, ez a nagyon izgalmas egyébként, mert ez úgy néz neki, hogy egyfajta résztulajdonlás bérleti díj fizetéssel, majd a futamidő végén lehetőséget adnának arra, hogy a teljes tulajdoni hányadot megszerezd. Tehát kvázi beszámítanák. Hát ez gyakorlatilag arra hajaz az én olvasatomba, amit ez a lakás, most nem jut eszembe a pontosan neve, lakásügynökség igen. csinál, amit igen. ugye a valuta hitelesek megmentésére csináltak egy alapot, és oda bepakolták ezeket a lakásokat, ott gyakorlatilag bérleti díjért, csökkentett bérleti díjért lehetett lakni, és a futamidő végén megvenni, erről, aki igen. meg tudta venni. Erről beszélünk majd részletesebben, mert tényleg érdekes. További pontok még fiatalok önállósodásnak előmozdítása, ami a szüleik Mama Hotel megszüntetése. Így van, pontosan. Lakáscélú megtakarítások, mint ösztönző pénzügyi termék, tehát ugye itt a magánnyugdíj pénztárak felszabadítása, hogy ezt lakásokra is fordítatják, és nem csak a fiatalok, hanem akár nyugdíjas korúak is. És a magyar beszállítói hányad emelése, hát ez már az építőiparra vonatkozik alapvetően. Persze. Ebből neked, ebből a programból, ami komplexnek tűnik, mi jön át? És ez érdekel leginkább. Hát lehet nézni innen is, onnan is. Én azt gondolom, hogy... Ezek tervezett, tehát nem nincs persze, olyan. Tehát vannak benne jó gondolatok. Új lakásprogram. Nagyon jó, hogy új lakásprogram van, mert ugye nyilván az már zöld, meg korszerű, meg nem tudom, de azért azt is hozzáteszem, hogy az új lakások jó része az ilyen lakótelep jellegű lakás, tehát nagyjából olyan, mint a Füredi úti vagy a Havanna lakótelep, csak nem panelből van, hanem betonvász szerkezet. Vagy vegyes. Vagy vegyes, de minden esetre korszerűbb lakhatási forma, csak drága. Azért drága, mert az építőanyag is, meg a telek is drága, meg a munkaerő is drága. Tehát nem tudja annyiért előállítani az új lakást, meg hát nyilván a saját befektetői haszna természetesen az is benne van, persze ez teljesen normális, hogy valaki azért dolgozik, hogy pénzt keressen,
Tehát ezeknek az összessége azt mutatja, hogy nem tudja annyira adni, mint a használt lakást. De hát nyilván reprodukálni kell a használt lakáshoz képest újat is, hogy megújuljon a lakásprogram, vagy a lakásállomány. Hát ugye azt lehet tudni, hogy a belvárosban 100-150 éves házakban laknak emberek, azt is valahogy meg kell újítani, tehát az is lehetne egy program, hogy azokat is korszerűsíteni kéne, de hát mondok példát arra, hogy azért vannak kerékkötői is ennek, például a műemlék felügyelőség, amit nem rossz indulatból mondom, hogy kerékkötője a dolognak, hanem Vigyázz az értéke, csak nagyon szigorúan, és az én pénzemen. Igen. Tehát nekem pont olyat kell csinálnom, amilyet 150 éve építettek, és pont úgy kell megcsinálni, ahogy, és ami ugye háromszor annyiba kerül, mintha egy, mondjuk az ablakot egy műanyagra cserélném, oké, nem, de akkor adjon hozzá támogatást, hogy én kicseréljesem az ablakomat, és ezáltal kevesebb gázt fogyasszak. De nem ad, csak előírja, hogy mit csináljak. Mondok példát, például a műemléki környezetbe, direkt nem mondok címet, kitalálta a társaság, hogy kicserélik a külső ablakokat a homlokzaton, amit próbáltak egy dupla üvegezésű ablak szárnyalra cserélni, és a műemlék felelősség azt mondta, hogy nem lehet, mert egy centivel szélesebb lesz az ablak szárny, mint az eredeti. Hát most oké, hogy műemlék is környezetben vagyunk, de most egy centi ide vagy oda miért érdekes? Attól a jellege megmarad. A jellege megmarad, meg az osztása is, meg a kubatúrája is, meg a struktúrája is megmarad mindenek, tehát erre gondoltam, amikor azt mondtam, hogy a meglévőt is hasznosítani kell. Tehát visszatérve az új lakásépítésre, üdvözítő, hogy az új lakásokat preferálja a kormányzat, de valahogy az árakon kéne egy kicsit szorítani, hogy megvásárolhatóbbak legyenek ezek a lakások. Csak mondok egy példát, hogy például a belvárosban nagyon kevés társasház épül, mert ugye nincs hely, csak a fokhiakat lehet beépíteni, de 1,5-2 millió egy négyzetméter. És a hatodik kerületben 3 millióért is adnak új lakást per négyzetméter, és akkor ugye a budai oldalra átnézve, ott is 1,5-2 millió között van egy négyzetméter. De hogy sarkítsam a dolgot, a balatoni nyaralót is ennyiért adják. Tehát 1,5-2 millió, sőt az északi oldalon ennél sokkal több. Igen, nekem ez a 7 pontos program, vagy ki tudja hány pont lesz majd, annyiban tűnik komplexebbnek, hogy itt foglalkozik a tulajdonlással, igen, foglalkozik a bérleménnyel, a piacival nem nagyon, de hát itt ugye volt korábban egy program a rozsdővezetekben való lakásépítés, ami bérlakás lett volna, tehát sok ilyen elképzelés volt. De ez működik is. A 13. kerületben remekül működik egyébként. Hogy. A legnagyobb lakásépítő kerület egyébként a 13. kerület. Így van, és ott ugye a passzív bérházat is építik, igen, tehát bérházépítés, igen, is van, ami hát nincs is egyensúlyban, de legalább törekednek arra, igen, hogy ilyen is legyen. Ami ugye azért érdekes, mert ott azt hiszem 5 évig lehet bent lakni, nyomottabb bérleti díjon, mint a piaci ár, hiszen az energiával tudnak spórolni, hiszen passzív házról van szó. Tehát vannak nagyon jó példák, ezeket kell összegyúrni. Kell összegyúrni, hogy ez, igen, működjön. Említetted a lakásügynökségeket. Igen. Tehát, itt föl is merül az anyagban is egyébként. Nagyon kevés helyen csinálják, van már, ahol bevezették. Szombathelyen például, 8. kerületben, és egy-két helyen próbálkoztak vele. Még nem nagyon indult el, holott nem túl rossz a konstrukció. Mert ott ugye arról szól, hogy az önkormányzat bérli piaci díjon, piaci áron, és kiadja kvázi szociálisan, igen. A kettő közötti különbséget meg fizeti ugye az önkormányzat, igen, vagy állja az önkormányzat, és garantálja a minőség megőrzését is. Tehát egyfajta biztonságot ad a tulajdonosnak végül is. Tehát nem egy rossz Ez nem rossz gondolat, nincs marketingje, tehát kevesen ismerik, és nem tudjuk, hogy milyen mennyiség áll rendelkezésre. A főváros is csinálja egyébként. Hogyne, a főváros önkormányzat is csinálja. Csak még kicsiben. Működik, csak kicsiben, igen. Tehát nyilván az önkormányzatoknál rengeteg üresen álló lakás van. Van, amelyik ilyen, van, amelyik olyan. A legnagyobb része borzalmas állapotban van, tehát föl kéne újítani ahhoz, hogy bérbe lehessen adni, de hát ez egy járható út lenne egyébként. Ez egy nagyszabású program, amit most itt ismertettünk nagy vonalakban. Nekem egyetlen komoly aggályom van. Honnan lesz pénz erre?
Mert ez mind pénzt igényel. Hát ehhez nem értek, hogy ők a kormányzat honnan teremti erre a pénzt. Igen. Igen. Hát, levegőben maradok. Ez nem tudok hozzászólni ez a kérdéshez. De ez csak azt akarom, hogy pénzt igényel. Abszolút. Ez mind ez pénzt igényel. Nem hát keresen. A lakásépítőt támogatni kell, hogy építsen, a vásárlót támogatni kell, hogy vásároljon, a bankok adják a pénzt, vagy nem adják, nem tudjuk milyen feltételekkel, nem tudjuk milyen lesz a kamatszint, mert ugye a kamatszint is ilyen. Hát azt mondják, hogy az áprilistól a Nemzeti Bank majd összeadék alá viszi, ugye? Hát, de legyen úgy. Ez a kívánatos, igen. Hogy összeadék alá menjen, igen. Mert akkor érdemesül. De hát ugye itt probléma egyébként, ha már itt tartunk a beruházás, vagy befektetés, vagy lakásépítés kérdésében, ugye rengeteg export cikk van ebbe a kérdésbe, és ugye az euró meg a forint árfolyam is, ahogy liftezik, ugyanúgy ezek az árak nem stabilak. Abszolút nem. Azért hoztam be a pénzügyi részét, mert ugye nyilván minden program mögé oda kell rakni a forrást, hogy miből lesz. Igen. Én ezt látom a gyenge pontjának ennek. Tehát attól tartok, hogy most ebben a gazdasági helyzetben, amikor uniós pénz sem nagyon jön, a gazdaság sem úgy működik. Nem csak Magyarországon, hát ráadásul egyáltalán. Egy csomó állami beruházást leállítottak, így mert van. Nincs rá pénz. Így van. Viszont jönnek a választások, tehát értem én a szándékot is értem. Persze. Jó lenne, megvalósulna, csak hát annyi minden. Legyen úgy. Igen. Na, beszéljünk egy picit a piacról. Igen. Konkrétumokról. Merre tart most így, ugye évvége felé járunk, az utolsó negyed évbe léptünk. Hát mondják, hogy fölfelé, de nagyjából lefelé. Szóval, hogyha nagyon vulgárisan akarom ezt az egészet megfogni. Ugye azt lehet mondani, hogy ugye 2003 az egy viszonylag jó év volt ahhoz képest, hogy mekkora infláció 23. volt. 2023 az egy viszonylag jó év volt. Valószínű, hogy 2024 túl fogja szárnyalni tranzakciós szinten. Az mennyi most? Mennyi most ilyen 91 néhány ezeren áll a tranzakciószám, ami attól prognosztizálható, hogy 110-120 között fog beállni. Az nem olyan rossz egyébként. Hát ugye, amikor dübörgött az ingatlanpiac a 2000-es évek első évtizedének közepén, akkor 180 ezer tranzakció volt. Most már nagyon örülnénk a 100-110-nek is, de volt már 80 is. 80 ezer is a tranzakciószám. Tehát én azt gondolom, hogy nem panaszkodhat az ingatlan piac az idén ilyen tekintetben, tranzakciószám tekintetében. Az árak elindultak a 2024-be az elején, ugye attól, hogy 2023-ban egy kicsit visszafogottabb volt a piac, abból adódóan, hogy mindenki ugye féltettől a 20%-os inflációtól inkább megtakarított, mint befektessen. 2024-ben ez egy kicsit, mint a Covid után, ahogy felszabadultunk, most körülbelül ugyanez volt az év, de azért azt gondolom, hogy már meggondolják az emberek, hogy mit vesznek és mennyiért vesznek. Ebből következően ugye két olyan elem van, ami egy picit csökkent. Én azt gondolom, az árak is egy néhány százalékot estek mondjuk nyár óta, nyár közepe óta. A július az nagyon jó év volt érdekes módon, pedig ugye júliusban sem azt gondolja az ember, hogy nem nagyon van tranzakció, mert mindenki nyaral, de július nagyon jó volt a statisztikák szerint. Ahhoz képest néhány százalékot estek az árak nominális értékben is, meg reál értékben is. Mi az oka ennek? Hát az, hogy meggondolják az emberek, hogy mit vesznek és mennyiért. Tehát ugye mindig a panelből indulok ki, mert az a legolcsóbb lakhatási forma legalábbis Budapesten. Ugye most már egy 50 négyzetméteres panelt már 60-65 millióért is kínálnak bizonyos lakótelepeken, hát azért én nem venném meg 65 millióért azt a panellakást, mert az mégiscsak egy panellakás. Bárha mondjuk energetikailag fel van újítva, akkor mondjuk ott lehet valamit spórolni. Igen, de igen. Jó. Egyébként igen. De azt mondom, hogy az emberek inkább társasházi lakást, téglalakást vásárolnak szívesebben, mint panelt, bár rengeteg panel van. És hát 850 ezer panellakás. 800, igen, tehát azért mondom, hogy egyrészt van, akinek ez jut, másrészt meg tényleg van, amelyiket energetikailag felújítják. Na, visszatérve az árakra, tehát egyrészt az alkú mennyisége is csökkent, tehát itt régen 5-8 százalékot lehetett alkudni egy-egy kínálati árból, most már csak 3-4 százalékot. Ez is egy érdekes statisztika, és nagyon fontos statisztika, mert ugye ez azt jelenti, hogy stabilizálódik egy kicsit a piac.
Én azt várom, hogy még, hát ugye december közepén meghal az ingatlan piac nagyjából, tehát addig még azért ezt a tranzakciós számot meg fogjuk termelni, vagy hát szóval, hogy ez létrejön. Kínálat van bőven. Mennyivel nagyobb a kínálat, mint a kereslet? Hát... Nyilván változó. Tehát... Változó nem lehet azt mondani, de egy 20-30%-kal biztos, hogy nagyobb a kínálat, mint a kereslet. És a kínálati árak is magasabbak még jóval, legalább ennyivel, mint a valós értéke. Igen, de mondom, hogy 3-4% alku van mostanában egy ilyen átlag lakásban, tehát most nem mondom, hogy a 250 milliós családi házban is ennyi alku van, ott nyilván több. Hát de ha a reális árat nézzük, ha reális árat most nézzük, több árról beszélünk, a meghirdetett árról, beszélünk a valós árról, ami nyilván a piac alakítja, hogy mi a valós ár, és abból lehet alkudni még 3-4. Hát nekem erre is van egy példám, hogy ugye úgy alakulnak ki, mondjuk persze megint egyszerűen a panelnél, hogy valaki elhatároz, hogy el akarja adni, na mennyire adjuk el a lakást? Hát nézzük meg a kínálatot, és akkor fölmennek a különböző hirdetési portálakra, most nem mondom, hogy melyikre, de amelyiken a legtöbb hirdetés van, és azt mondja, ó, hát itt alattunk, itt eladnak, ennyire adnak, akkor amilyen sokkal jobb, akkor mi ki... Na, szóval, igen. Tehát nem szakemberre bízák azt, hogy árazza be az ingatlanukat, hanem ilyen találomra, és hát azt mondom, hogy egy ilyen kínálati árnál, ami túl van árazva, föl se hívják őket, mert nem feltételezik, hogy 10-15% alku lehet egy ilyen kínálati árban. De ahogy látod, ha már itt a szakmáról beszéltél, hogy mennyire nőtt meg az ingatlan közvetítők iránti bizalom, többen fordulnak ingatlan közvetítő, de inkább az a tapasztalat, hogy mindenki magának próbálja először értékesíteni, vagy éppen vásárolni, és utána. Hát kétféle típus van, az egyik az elfoglalt üzletember, most megint leegyszerűsítem a kérdést, tehát akinek nincs ideje, meg kedve, meg úgy gondolja, hogy ő nem ért hozzá, mert ez is Magyarországon úgy van, hogy az futballhoz, meg az ingatlanhoz mindenki ért. De nem így van, mert nem feltétlenül tudja azt pontosan beárazni. Én azt gondolom, hogy egy kicsit megnőtt a bizalom, és főleg azok között, akik belátják, hogy ez egy szakma, és ehhez érteni kell ahhoz, hogy az ember pontosan tudjon árazni, és pontosan hogy kell tálalni. Tehát az sem mindegy, hogy tálalom azt az adott ingatlant. Tehát látok olyan hirdetéseket, olyan fényképeket, hogy ki van rakva a szennyes ruha, vagy a szárító a nappali közepére. Tehát ilyet, néha még nagy cégeknél is. Néha nagy cégeknél is. De hát szóval tudni kell, hát ennek megvan a maga varázsa. Tehát mint ahogy bemegy az ember a Louboutinhoz, ott is máshogy adnak el, mint a H&M-be. Ezt itt is máshogy kell kommunikálni a vevő felé azt az adott portékát, mint ha valaki amatőr módon ehhez hozzá. Tehát azt mondod, hogy nőtt a bizalom egy picit a közvetítők iránt? Én azt gondolom, hogy nőtt. Hát én nagyon régen, most nem tudom, hogy hány ingatlan megy át így ingatlan közvetítőkön keresztül, de én azt gondolom, hogy körülbelül a tranzakció harmada lehet. 25-30%-a lehetne, ami nem olyan rossz, persze ahhoz képest rossz, mint ahogy Amerikában mondjuk a 99%-a. Jó, de más a jogosítványa és a közvetítőnek. Igen. 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 Mert itt ugye ügyvédet is igénybe kell venni. Igen. Az ügylet lebonyolítása, ott pedig nem okvetlen. Ott meg nem okvetlen. Jó, hát van különbség. Van a különbség, igen. Persze. De az érdekes, amit mondasz, hogy nő a bizalom. Szerintem igen. Mert ez tényleg egy szakma. Abszolút. Tehát azért sok minden... És ráadásul nagyon összetett szakma, tehát igen, műszakilag, gazdaságilag, pénzügyileg, jogilag, minden tudni kell az ingatlanról. Pszichológiailag is. Pszichológia, hát az a legkevesebb. Igen, az a legfontosabb egyébként. Ja. Picit, ha mondanál egy-két árat, még így röviden van, még 2 percünk nagyjából. Hogy néz ki most, melyek a frekventált kerületek? Hát érdekes módon az 5. volt eddig a legdrágább és a legkeresettebb, most egy kicsit az visszacsengett, vagy visszaült a normális kerékvágás, most mindegyek a 6.-7. kerület az nagyon megy, és hát a budai kerületek mindig 1-2-3. Még mindig megy ez a belső 6.-7. kerület, megy. Most a rövidtávú kiadás miatt... Hát a rövidtávú kiadás. Most gyakorlatilag az egész ország erre cuppant rá, most igen. Tudom, hogy csak 2 perc van, de gondoljunk bele, hogy én is 6. kerületi lakos vagyok, tehát én is szavaztam. Összesen szavaztak mondjuk
Pontosan nem tudom, de 8000-en. Tehát mert 3000, azt tudom, hogy 3800 valamennyi. Szavazta meg, hogy igen. Szavazta meg, hogy ne legyen. Vagy, hogy ne legyen, igen. Na, most azt tudom, hogy 54-46% volt az arány, igen. Tehát körülbelül 3000-en szavaztak igennel, és 3800-an nemmel. Most erre nem lehet ráhúzni azt egy országos... Persze. Nem folytatom, tudom. Igen. Na jó, Attila, nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm a meghívást. Felfüggesztjük a beszélgetést, de csak az idő hiányában, egyszer majd visszatérünk erre, mert érdekes. Én nagyon bízom abban, hogy ebből a kis programból, amit itt az elején vázoltunk, sok minden megvalósul, akkor lenne jó, hogyha az egész, és tényleg végre egy komplex, hosszú távon kiszámítható lakáspolitika születne. Úgy legyen. Attila, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm a meghívást. Önöknek köszönöm a figyelmet, legközelebb lakásvásárral egy hét múlva jelentkezünk itt a Hatos csatornán, addig is a viszontlátásra, minden jót!